Miam Assad az első magyar írva műhold a Budapest Műszaki Egyetem fejlesztette ki, 2012. február 13-án lőtték fel. Horváth Gyulával beszélgetek. Mesélje nekünk a műhold keletkezéséről és a fellövésének az elindításáról. Hát tulajdonképpen a műhold keletkezéséhez nagyon-nagyon az ős időkbe kell visszanyúlnunk. Magyarországon azért már közel, sőt már több mint 50 éves szakmai tapasztalat van ezen a területen. De úgy gondolom, hogy 2006-2007 környékén ért el egy csapat azt a kritikus tömeget, amivel meg tudtak indulni a fejlesztéssel, és beleáldozták tulajdonképpen saját munkájukat ebbe a MASZAT egy fejlesztésbe. Ez egy önszerveződő hallgatói kezdeményezés volt, tehát mi oktatók csak próbáltunk asszisztálni a feladatok elvégzésénél, de ez a hallgatók érdeme, akik ezen a feladaton váltak tulajdonképpen végzett mérnökökké, tehát mindenki, aki a MASZAT egy fejlesztésében részt vett, ma már végzett mérnökként, vagy kollegiális viszonyban van velünk, vagy már az iparban dolgozik, és a hazai ipart erősíti. Mi a MASZAT egy? Hogy kapta a nevét? Hát tulajdonképpen a MASZAT egy kis műhold, pikó műhold kategóriába tartozik, és CubeSat szabvány szerint épült. Ez a szabvány definiálja befoglaló méretét, tömegét, és még egy-két hasznos információt, előírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy egy ilyen műholdat hogyan kell megépíteni, hogyan kell az anyagválasztást, a felületi kialakításokat elvégezni. És ez a kis műhold tulajdonképpen misszióját tekintve egy demonstrációs kísérlet volt, az alaprendszereket valósítottuk meg benne, fedélzeti számítógép kommunikáció, ellátás. Ezek minden műholdban megtalálhatóak. Szerettük volna igazolni, hogy ilyen rendszereket meg tudunk valósítani. Ezen felül helyet kapott még egy félaktív mágneses stabilizáló rendszer és egy kamera, ami viszonylag a misszió vége fele került bele a projektbe, tehát az eredeti célkitűzések között nem szerepel, de volt még egy kis szabad térfogatunk, tömegünk, és oda egy kamerát helyeztünk el. 2012. február 13-án lőtték fel ezt a műholdat. Az elindulásnál volt valami technikai probléma, vagy esetleg mesélj erről, hogyan éltétek ezt meg? Hát tulajdonképpen 2012-re már egy több mint 4 éves fejlesztésen voltunk túl, úgyhogy elcsigázott hangulatba vártuk magát a Vega hordozó rakétának a startját, ami Francia Guyanából történt meg. Ez ugye az egyenlítőhöz közel van, ez leginkább a pályáraállítás gazdaságossága szempontjából fontos. A kerületi sebesség miatt tulajdonképpen kevesebb energiából tudunk pályára juttatni eszközöket. Azért is voltunk nagyon nagy izgalomban, hiszen a Vega hordozó rakétának, mint ahogy a MASZAT-nak, mint ahogy Magyarország első műholdjának is az első útja volt, és hogyha nézem az összes rakétastartot, akkor azért 60%-uk kudarccal végződött, tehát a valószínűségeket tekintve nem voltunk teljesen nyugodtak, de azért bizakodóak voltunk, hogy biztosan jól sikerült a rakétát megépíteni, és hát ez sikerrel is végződött ez a start, úgyhogy pályára állhatott Magyarország első műholdja. Nagy izgalmunkat még fokozta, hogy várni kellett a start után a megszólalásáig, hiszen a pályáraállítást követően 30 percet várni kell az első kommunikáció elindításáig, és ezt nagy izgalomban vártuk. Floridából a rádiomotoroknak köszönhetően már kaptuk a jelzést, hogy ők vették a műhold jeleit, tehát sokkal nagyobb izgalom volt, amikor mi magunk is itt a földi állomáson hallhattuk az első jeleket. Mennyi időbe tellett ennek a létrehozása? Ki segített ebben benneteket? Körülbelül 4,5 év betelt a rend. A létrehozása, ez nagyságrendileg 60 ezer mérnök órát jelentett, ugye egy 10-13 fős csapat dolgozott, ezen voltak, akik szó szerint éjjel-nappal, és rengeteg szponzorunk volt az egyetem mellett, azért közel 40-50 szponzort vonultatott fel a projekt, de mindig el szoktam mondani, hogy a legnagyobb szponzorok azok a srácok, akik a munkájukat áldozták erre a misszióra, hiszen nekik ez karitatív tevékenység volt, fizetést ők ezért nem kaptak, tehát pénzvolumenben még mindig így is ők a legnagyobb, nagyságrendileg is a legnagyobb szponzorok ebben a küldetésben. Milyen anyagokból készült ez a műhold? Ez egy izgalmas kérdés, mert ebbe a műhold kategóriába nem speciális űripari alkatrészeket használunk, vagy nem kizárólag. Maga a szerkezet, az alumínium szerkezet, az speciális űripari alumínium és speciális bevonat, ott képeztek rá, ez úgynevezett kemény alux, de maguk az a belső alkatrészek, azok a komerciális forgalomba kapható alkatrészek kategóriából kerülnek ki. Van néhány katonai alkatrész is, illetve van egy dolog, ami mindenképp űripari kellett, hogy legyen az alkatrészek közül is, ez a napelem, hiszen 30% közeli hatásfokú napelemet
tulajdonképpen hétköznapi felhasználásban nem találunk, viszont a kicsi felület miatt a műhold 10x10x10 cm, tehát a kis felületből fakadóan szükség volt erre a nagy hatásfokú napelemre, úgyhogy ez mindenképp űripari lett. Hogyan állítódik össze egy ilyen műhold? Tehát elsőnek megtervezitek, és akkor egyből összeállítjátok, vagy meg kell várni, míg az összes elem megérkezik? Volt olyan elem, ami esetleg hónapokba tellett a megérkezése? Mesélj. Hát tulajdonképpen azért a 4,5 évben nagyon sok minden belefér, először ez az ötletelés fázissal kezdődik, az amikor az ember elhatározza tulajdonképpen magát, hogy a műholdat fog építeni, aztán nagyon sok előtanulmánnyal folytatódik, főleg abban az esetben, hogyha korábban még nem csinált az ember műholdat, és amikor már szakmai tudás is közelít ahhoz az elégséges szinthez, ami egy ilyen fejlesztéshez kell, akkor lehet megkezdeni a tervezési fázist, utána egy iteratív folyamat követi, ami leginkább a gyártatás, aztán tesztelés, aztán esetleg újra gyártatás és újra tesztelés, különféle modellek készültek a fejlesztés ideje alatt. Külön kísérleteztünk a kommunikációval, az antennanyitási mechanikával, rengeteg olyan plusz kísérlet ből tevődött össze, ami esetleg nem is volt részese a műholdnak, hiszen közben egy földi állomást létre kellett hozni egy másik tanszék közreműködésével, ahhoz kapcsolódó elektronikákat, vezérlő elektronikákat ki kellett fejleszteni. Ezen kívül nagyon sok olyan földi kiszolgáló elektronika kapcsolódik hozzá, ami csak a teszteléshez volt rá szükség, de akár több száz mérnökórát vett igénybe a kifejlesztése. A legyártatása voltak olyan alkatrészek, amikre nagyon sokat várnunk kellett, mert esetleg Amerikából kellett beszállítani. Volt olyan, amire nem is volt lehetőség, hogy hozzáférjünk így egy egyetemi projekt kapcsán. Tehát nagyon-nagyon sok érdekes anekdotával tűzdelt fejlesztési időszakot zártunk, és utána következtek a profi tesztelési folyamatok, amik mondjuk egy rakéta szempontjából úgynevezett kvalifikációs tesztek. Ezek elsősorban rázópados és termovákumos vizsgálatok, de volt még ezek között röntgen funkcionális tesztek, és még sorolhatnám nagyon sok minden. Ez a két fő teszt csoport van, a termovákum és a rázópados vizsgálat, ami alapján egy rakétára lehet kvalifikálni egy műholdat. Enélkül nem tesznek fel műholdat rakétára, nekünk kettőre is fel kellett készülnünk, ugye eredetileg még a PSLV indai hordozó rakétával repültünk volna, de menet közben kiderült, hogy mégis egy nagyszerű lehetőség kapcsán az Európai Ügynökség hordozó rakétájára, Vegára kerülünk föl. Emiatt tulajdonképpen két ilyen kvalifikációs tesztelési cikluson is végig kellett vinnünk a műholdat. Felövés pillanata után mit éreztél? Hát személy szerint volt egyfajta megkönnyebbülés, hogy sikeres volt a start, és most már rajtunk van a világszem, hogy működik-e a műhold. Másrészt egy nagy izgalom fázis következett, amikor azt vártuk, hogy az első jeleket fogjuk a műholdról. Természetesen nagyon rövid idővel, ezért ez fél óra, egy óra nagyságrendje, nagyon rövid idővel később megtudtuk, hogy működik a műhold. Na, az már egy euforikus állapot volt az egész csapat számára, így számomra is. Milyen jelek azok, amit kaptatok a műholdról? Hogyan képzeljük el ezeket? Ez a műhold rádiomatőr sávba sugároz, ami azt jelenti, hogy egy olyan frekvencia tartományban, amit rádiomatőrök számára jelöltek ki, és ennek köszönhetően, illetve annak köszönhetően, hogy nagyon sok hasznos adat információ rövid idő alatt is lejött már a műholdról, hiszen közel 170 rádiomotor állomás követi világszerte. Ennek köszönhetően megkaptuk az Oscar besorolást, ez a rádiomotor műholdakat minősíti. Tulajdonképpen, hogyha megfelelő minőségben és mennyiségben kommunikálunk, akkor kapjuk meg ezt a besorolást, így az MO72-es jelet kaptuk. Tulajdonképpen 72. műholdak vagyunk, műhold a Massat egy világszerte, amelyik ilyen besorolást kapott. Az EMAS természetesen a Magyarországra vonatkozik, az O pedig az Orbiting-nek a rövidítése. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon nagy elismerés volt, ez 3 nap alatt megkaptuk, ezt általában a több hónapos procedúra, és az első jelek, amik jöttek, és az későbbiek is elsősorban a műhold működését mutatják, tehát most először építettünk műholdat, ezért tudni szerettük volna, hogy az összes alrendszer hibátlanul működik-e, és az alrendszerek működésére vonatkozó paramétereket gyűjtjük a fedélzetről, valamint fotózunk, amit már a weboldalunkon vagy a Facebook oldalunkon viszonylag sokan meg is ismerhettek. Azt mondtad, hogy első, lehet következő is, terveztek egy másodikat vagy harmadik műholdat,
Mesélj erről nekünk. Hát tulajdonképpen az előkészítési fázisban vagyunk Maszat 2-vel, erről már néhányan esetleg tudják, hogy nem olyan régen megjelent egy kormányhatározat, amiben a Magyar Állam, illetve az NFM támogatott minket az előkészületek elvégzésével. Ezt fogjuk most nyár elején zárni, és reményeink szerint, hogy ha támogatást kapunk, természetesen ez ennek a függvénye, akkor akár szeptembertől indulhatna egy következő Maszat misszió. Mi mellette folyamatosan bízunk abban, hogy ez egy folyamat első mérföldköve volt, tehát én még nagyon sok művész generációt szeretnék megérni. Egyszer egy középiskolába tartottam előadást, és ott egy körülbelül ötödikes kisrác kérdezett rá, hogy szerintem én hány művész generációt fogok megérni. Én akkor azt mondtam neki, hogy számmisztikát figyelembe véve ez akár még a tizenvalahányadik Maszat generáció is lehet. De hogyha folyamatosan tudunk támogatást biztosítani erre a misszióra, akkor tulajdonképpen két-három évente, két-három, maximum négy évente lehet újabb startokat előirányozni, és újabb kísérleteket, újabb hallgatókat bevonva, újabb kísérleteket feljutatni a világűrbe. Technikailag hogy fog felépülni ez az új műhold? Mennyire lesz hasonló, vagy tervezek még új technikát bevonni, nem tudom erről. Hát tulajdonképpen most ugye az Maszat 1 az volt a célunk, hogy az alaprendszereket vizsgáljuk, az alaprendszerek jól vizsgáztak, ezért nagy mértékben az alaprendszerekhez nem kívánunk nyúlni, viszont a pályastabilizálásba igenis van érdemes energiát fektetni, ott még van hol fejlődni, szeretnénk az eddigi fél aktív mágneses stabilizálást teljesen aktív mágneses stabilizálással továbbfejleszteni. Ezen kívül a kamerát azt szeretnénk egy kicsit nagyobb felbontással felvértezni, ugye eddig 640x480 volt, ezt szeretnénk olyan 2-3 megapixel nagyságrendjébe feltornázni, ez magával hozza, hogy sokkal nagyobb az adatmennyiség, amit le kell hozni, tehát nyilván a rádióhoz is hozzá kell egy picit nyúlni, tehát nagyobb adatsebességgel kell tudnunk kommunikálni. Ezen kívül szeretnénk egy totáldózismérőt felhelyezni, ami a folyamatos sugárterhelését mérni a műholdnak. Egyszerűen ezt tudják képzelni, mint egy kilométer órát tudjuk, hogy mekkora dózist kapott a műhold, tudjuk, hogy az elektronika mekkora sugárterhelést bír el az űri körülmények között, és hát ezen kívül még felmerült egy további antenna kísérlet, aminek a helyzetéről még nem született döntés, hogy tulajdonképpen a szűk korlát az az, hogy egy unitban mi fér bele, tehát hogyha belefér, akkor valószínűleg felkerül a fedélzetre is, ha sikeresen befejeződik a kifejlesztése a startig, hanem akkor ez a három fő újítás lesz, ami a fedélzeten helyet kap. Hát ezzel is azért bőven túlszárnyaltuk az eddigieket, tehát úgy gondolom, hogy a következő három fél év is nagyon sűrű lesz, és nagyon sok munkával fog eltelni, hogy Maszat 2-t kifejlesszük. Maszat 2, később esetleg talán lehet Maszat 3 is. Hát szoktuk magunk között mondani, hogy mi fejben már Maszat 4-5 környéken járunk. Tehát itt tulajdonképpen ténylegesen a szűk keresztmetszet az az anyagi források megszerzése, a hallgatók beintegrálása a projektbe, tehát újabb megfelelő számú bővítése, ez az egyedüli szűk keresztmetszet, ezzel kell megbirkóznunk. Missziót tudunk tervezni, mondom, fejben már 4-5 környéken járunk, tehát a következő 20-25 évet el tudjuk képzelni ilyen kis műholdak fejlesztésével. És nem az a szűk keresztmetszet, hogy ne lenne mit hasznosat és értelmeset feljutatni a világűrbe. Itt tulajdonképpen az a lesz a kulcs, hogy Magyarország erre mondjuk úgy, hogy érdeklődést mutat-e, és lesznek elegen, akik mellénk állnak ebbe a kezdeményezésben. Tulajdonképpen, hogyha össze szeretném hasonlítani ezt a küldetést a nagy műholdas missziókkal, akkor az elveket nagyon jól meg lehet tanulni. Itt arra potenciális esély, hogy Magyarországnak több tonnás műholdja legyen, valami kevés van. Részben a költségek miatt, részben amiatt, hogy bizonyos kompetenciák nincsenek meg, mondjuk őszintén, de nincsenek meg ez Magyarországon. Viszont az ezeken a kis műholdas missziókon meg lehet tanulni, és bizonyos elveket, technológiákat, bizonyos kompetenciákat meg lehet szerezni, így be lehet kapcsolódni az ilyen nagy műholdas missziókba. Az ilyen nagy műholdas missziók egyébként is nemzetközi együttműködésről szólnak, tehát ebbe a nemzetközi vérkeringésbe lehet bekerülni ilyen kis tanulmányműholdakon végigvitt csapatok segítségével. Ott lehet esetleg együttműködni, akár uniós, akár tengeren túli, akár keletebb megrendelők esetén, vagy együttműködő partnerek esetén abba az irányba is lehet természetesen mozdulni. Nagyon sok nemzeti űrprogram vagy nemzetközi űrprogram van jelenleg is, ezekbe nagyobb arányban lehet bekapcsolódni ennek segítségével.
kiskorodban is ez volt az álmod, hogy egyszer egy műholdat hoz létre? Vagy? Nem tudom, amennyire emlékszem, a csapattal már beszéltünk erről, de nem emlékszem, hogy bárkinek is kezdett volna konkrét álma, hogy műholdat fejleszten. Hát azért abban az időben, amikor én felnőttem, akkor Farkas Bertalan egy nagy név volt, ugye, mint első és eddig máig utolsó magyar űrhajós. Minden esetre ez biztos, hogy hatással volt valamelyest, és ez egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy a projekt kapcsán volt lehetőségem megismerkedni Farkas Bertalannal, de ennél jobban szerintem nem nagyon vágyott senki arra, hogy műholdat fejleszten. Ugye sokkal inkább asztronauta akart lenni gyerekkorában, az ember kevésbé műholdfejlesztő. Álmomban nem gondoltam volna ezzel, szerintem azért a csapattagok is valamelyest így vannak, de szerintem ez egy nagyon jó csapat összekovácsoló tényező volt, hogy Magyarország első műholdjába együtt vehettünk részt, és úgy gondolom, hogy mindenki, aki kisebb-nagyobb mértékben szerepet tudott vállalni ebbe a projektbe, büszkén tekinthet vissza, hogy sikerült ezt a műholdat létrehozni, és ez szerintem azért is fontos, mert nem csak magunknak, sőt elsősorban nem magunknak hoztuk létre, hanem azért, hogy még ha egy Közép-Európában egy ilyen kis nemzet vagyunk, akkor is büszkélkedjünk el azzal, hogy a 48. olyan nemzet, aki önállóan épített műholdat, erről van konkrét statisztikai adat, arról nincsen, hogy ez mennyire volt teljesen saját fejlesztés, mert ilyen szempontból megkockáztatom, lehet, hogy még az első 10-ben is benne vagyunk. Kívánok sok sikert a további munkátokhoz!